A Bálnaszéki Heimat Táncegyüttes utánpótlása mutatja meg az ünneplő közönségnek a német tánchagyományokból tanultakat. Számukra nem ismeretlenek mindazok a történetek, melyek megelevenednek azokon a tablókon, mely a bálnaszéki németség történetének fontos állomásait tárja a látogatók elé. A svábok nagyon sok mindent hoztak és alapítottak bálnaszéket, cégeket, hiszen mezővárosi rangot is nekik köszönhetjük, azt lehet mondani. A szőlőkultúra ide telepítését és meghonosítását is nekik köszönhetjük. Tehát úgy gondolom, hogy az ide településükkel bálnaszék, de Magyarország is gazdagodott. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014-ben indított programot a Jövő Koncepciója címmel. Ez adott lehetőséget arra, hogy a helyi értékeket és hagyományokat így mutassák be a települések. Bemutatjuk részint a gyökereinket, a jelenünket, és hát ebből következik egyben a jövőképünk is, és egyben hát szeretnénk ezzel a magyarországi németség tekintélyét, presztízsét tovább emelni. A tanösvény 7 állomást foglal magába. Megmutatják többek között a mezőváros kétarcúságát, a már nem létező Dolina városrészt, de szó esik a Törökországban dolgozó bálnaszéki építőmesterekről is. Számunkra azért fontos ez, hogy felelvenítsük ezeket a már-már feledésben merül dolgokat, és nagyon fontos számunkra, hogy a tanösvényt úgy óvodáskorcsoport, mint egészen nyugdíjas csoportok látogathassák. A hagyományok fenntartása mellett bálnaszék idegenforgalmának növelése szempontjából is fontos a sváb tanösvény felállítása.